Vígszínház, Katona József Színház, Nézőművészeti Kft. Néhány név a teátrumok közül, amelyek visszatérő vendégei a Vidor Fesztiválnak. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen ismertették a 15. jubileumi fesztivál versenyprogramját. Az előző években csak augusztus elején lett nyilvános a fellépő színházak névsora, az idén azonban hosszabb ideig válogathat majd kedvencei közül a közönség. Augusztus közepén tervezzük az összes többi program nyilvánosságra hozatalát, szóval azért is tartottam fontosnak, mert túl rövidnek találtam azt az időt, amit a jegyértékesítésre szántunk a korábbi években. Most egy bő hónapja lesz a Nyíregyház, illetve környékbeli színházrajongóknak, hogy jegyet vásároljanak. Ez az egyik legnagyobb változás. A színházi program alapjában véve ugyanaz, mint a korábbi években, tehát itt is a legszínvonalasabb, legjobb színházi előadásokat válogattuk össze. Számos sikeres klasszikus és kortárs vígjáték lesz műsoron. Egyebek mellett Shakespeare, ahogy tetszikje, Spiró György kvártettje, Rejtő Jenő szőke ciklonja és Tasnádi István Finító című komédiája ígér majd nevetést. A zsűri elnöke a korábbi évekhez hasonlóan Mack Károly filmrendező lesz. Minden évben nagyon alaposan átnézi egy megfelelő csapatunk az aktuálisan futó vígjátékokat, és megnézik személyesen legalább egy ember, de igyekszünk minél több embert oda küldeni, és ez alapján kiválasztják a legjobbakat, úgyhogy mindegyiket személyesen nézték meg szinte, amire csak volt lehetőség. A jegyek árusítása július 25-én, hétfőn reggel, 7 órakor kezdődik. A programot a Színházbarátok a Vidor Fesztivál honlapján találhatják meg. Online jegyvásárlásra július 27-től van lehetőség, a jegyárak a tavalyihoz képest nem változtak.